Beszerzési módja alapján a beiglit három nagy csoportba lehet osztani. Van a saját készítésű, a kézműves termelőtől beszerzett, és van a kereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerüzemben előállított. Mi elkészítjük házilag, mert úgy nekünk sokkal finomabb, meg tudom, hogy azt én készítem. Szeressük a diósat, a mákosat, szoktunk kiflit csinálni, diós kiflit, lekvárral töltve, meg túrósat, az ilyeneket nagyon szeressük, a házi dolgokat. Biztos, hogy az idei beigli drágább lesz, mint a tavalyi volt. Egy fél kilós kis termelő által készített rúd 2300-2500 forintnál sehol nem lesz olcsóbb. Az ilyen termékekben a kézi munkát, az egyedi ízt kell megfizetni. Azt, hogy vajból, nem pedig margarinból készül a tészta. Hát sajnos dióból elég kevés termet az országban, úgyhogy azt észre lehet venni, hogy drágább. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van saját diónk, saját diófánk, és nem is támadta meg semmi betegség. Azért azt észrevesszük, hogy valamennyivel drágább a dió. A magyar vásárlókra azt szokták mondani, hogy árérzékenyek. Így a dömping beigliknek is megvan a maga helye, mint ahogy az annál némileg drágább kisüzemi beigliknek is. Ám az árkülönbség a beigli esetében a legtöbb esetben minőségi különbséget is takar. Azaz, ami drágább, nagy valószínűséggel jobb is. Hát az, ami a boltokban van, nem is beigli a neve, hanem tekercs, mert azért élelmiszerkönyv meghatározza, hogy mit nevezhetünk beiglinek, milyen tölteléknek, mennyi tölteléknek kell lenni, és az milyen arányban legyen benne. Tehát nyilvánvaló, hogy a beiglinek ez a lényeg, hogy amennyi tészta, annyi töltelék is legyen, és az a töltelék valódi mák és valódi dió legyen, nem de jó és különféle keverékek. A vásárlók jellemzően az utolsó pillanatig kivárnak a beigli rendeléssel, és ezt jól is teszik, hiszen a friss beigli az igazi. A semmiféle tartósítószert nem tartalmazó kézműves beiglik kamrában egy hétig minden további nélkül elállnak, egy hónap elteltével azonban fogyasztásuk már nem ajánlott. Viszont az a beigli, amelyik nem fogy el 2-3 nap alatt, alig ha érdemli meg, hogy beiglinek neveztessen.